67 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án robbant ki a magyar forradalom és szabadságharc, amelynek emléke előtt Tolna vármegye szerte tisztelegtek. Állt föl fejedet, büszke nép, viseltek a világ szégyenét. Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola diákjainak Örökség című előadását láthatták a résztvevők. Ezt követően Gyurkovics János alpolgármester mondott beszédet. Úgy fogalmazott, hogy a szabadságvágy sok helyütt egészen földhöz ragadt indokokból indult ki, az emberek a létbizonytalanságtól akarták menteni magukat és a családjukat. 56 történései egyenesen kiáltanak érte, hogy érdekeit párhuzamba állítsuk jelenkorunk kívásaival, hogy meghalljuk a mai generációknak szóló üzenetét. Olyan időkben, pedig amikor újra forrong a virág körülöttünk, különösen jól teszünk, ha nagyobb érdeklődéssel vagyunk a történelem tanítása iránt. Bonyhádon a hagyományokhoz híven a megemlékezés keretében adták át idén is a 2003-ban alapított Boros Dezső díjat, amelyet kimagasló sportolói tevékenysége, hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként Baróti Árpádnak ítélt oda a képviselőtestület. A rendezvényen Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár mondott ünnepi beszédet. A Völcség és annak fővárosa, a Percelek városa, Bonyhád különleges hely, mert itt, mint ebben a tenger, érezhető az ezer éves magyar történelem utolsó száz évének minden áradása. Mert hogy gyakran kiáradt a történelem, a magyar történelem folyama, és bár előbb vagy utóbb visszatért a medrébe, rombolásának nyomai megmaradtak. A résztvevők végül fáklyás felvonulással, majd a bonyhádi hősök nyughelyénél emlékeztek meg az 56-os forradalomról. Most is új erőt ad, és elkesít. Tamásiban a helyi Vőrc Ádám általános iskola tanulói adtak emlékező műsort, majd Széles András alpolgármester mondta el az 56-os eseményekkel kapcsolatos gondolatait. Ha már azon bosszankodunk egy boltban, hogy miért nem nyitnak még egy pénztárat, miért kell annyit sorba állni, pedig nem is olyan rég a bolt előtt álltak sorban, jeggyel, hát ha jut valami. Na a lányok, asszonyok, körmöshöz járnak, régen a férfiakat vitték. Ma itt vidéken egy disznóvágás, egy élmény. Akkor maga a rettegés. A magyaroknak az a baja, ha nem működik az internet hálózat. Az 50-es években az volt a baj, hogy működött a besugó hálózat. Félelembe tartott mindenkit. Fogolhatnám a végtelenségig, de nem ez a lényeg, hanem hogy tudnunk kell, ami most megadatik, az nem természetes. A városban a hagyományoknak megfelelően minden évben az október 23-ai ünnepség keretében kerül sor a városi kitüntetések átadására. Ez idén sem történt másként. Elvették az életem, mi maradt a hissérelem, egy emberöltős így vagyok, adtam, semmit nem kapok. A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola tanulóinak műsorával elevenítették fel az 56-os eseményeket a városban. A tartalmas előadásban a fiatalok és tanáraik együtt tolmácsolták a nemzeti ünnep legfontosabb gondolatait. Végül Nagy Roland, a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium igazgatója, a Dombóvári Képviselőtestület Humánbizottságának tagja szónokolt a rendezvényen. Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabadtá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják a rájuk eső részt. Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vinni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben marad, élni is tud ám érette, napról napra. A program zárásaként Pintér Szilárd polgármester, a képviselőtestület tagjai, a város intézményeinek, civil szervezeteinek vezetői együtt sétáltak át a dombóvári emlékműhöz, és helyeztek el egy-egy koszorút a hősök tiszteletére. Fegyvertelen ifjú sereg tízes sorban indult, és tengerle, és fergeteg, pusztulj, gyalázatos múlt.
Faddon az ünnepi program a Váci Mihály utcai kopjafa koszorúzásával vette kezdetét, majd a Béri Balog Ádám művelődési házban tartott megemlékező műsorral folytatódott. A színpadi produkcióról a Gárdonyi Géza általános iskola 8. osztályos diákjai gondoskodtak. Az előadást követően Bordács József polgármester állt pódiumra. Elmondta, 1956. október 23-án egyetlen eszme, a szabadság eszméje kovácsolta össze a magyarokat. Az ünnep példa és tanulság. Az ünnep mérce és igazodási pont. Az ünnep tartásod, erkölcsi alapot szolgáltad, és kapaszkodót biztosít számunkra a világon. A magyarság legjelentősebb pillanatai azért váltak hitelessé, mert lényegükben a közösségeket. Mi ezekben a jelentős pillanatokban képesek voltunk összefogni a hazánkért, az otthonunkért és a jövőkért. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnázium diákjai adtak látványos és egyben elgondolkodtató műsort. Ezt követte Appelszófer Ágnes polgármester ünnepi szónoklata. Kiemelte, hogy bár évtizedekig úgy hihettük, az 1956-os forradalom és szabadságharc elbukott, valójában mégis győzött, hiszen belőle fakadt a rendszerváltozás, és ma is szívünkben hordozzuk eszményeit. 67 évvel ezelőtt az egész világ Budapestre figyelt. Ez a szűk két hétben szorított élet-halál harc mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a magyarok szabadságharca az akkori nagyhatalmi erőviszonyok között nem kaphatott esélyt. A pesti srácok halált megvető bátorsága azonban így is gyógyíthatatlan sebet ejtett a kommunizmuson, és megrendítette a szovjet birodalmat. A polgármester beszéde után az emlékezők a Hősök terére vonultak, ahol az intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az 56-os emlékműnél.